Légy készen! Remélhetőleg a torony a hegyhez vezet minket. Készen állok! Nem ismerem ezeket a lunákat. Akkor meg tudom fejteni. Ez egy nyelvi kód részlete. Keresünk még többet. Ezek mik voltak? Nagyon büdösek. Anyád gúnyoszlopoknak hívta őket. Mérgező bűváj. Ő tanította meg a hatástalanításukat. Mi az? Csak fura, hogy téged is tanított. Igen. Jó nagy köd van. Egy újabb törp. Esetleg ne... Nem. Ne foglalkozz vele. Elnézést, de... Hogyan jutottál ahhoz a fejszéhez? Az csak rám tartozik. Azt nem is vitatom, de... Én ismerem ezt a pengét. A miénk volt, de... Nem neked készítettük. Állj félre! Nem tehetem! Tudod, a nő, akinek készítettük, én, nos, rendkívül tiszteltem, és, hogy úgy mondjam, rosszalnám, ha kiderülne, hogy... ártottál neki! Az anyámé volt. Az apámra hagyta a halála előtt. Fény meghalt. Ezt nagy sajnálattal hallom. Kemény harcos volt, és deréknő. Rendben. Ideje fejleszteni a fejszédet. De senki sem kérte. Ez igaz, de az anyádat ismerve
Ő ragaszkodott volna hozzá, hogy helyrehozzam azt a vandál rongálást, amit a fejszével művelt a... testvérem. Tudtam! Te Brock testvére vagy! Itt a pecsét másik fele. A kék törp, a testvéred. Igen. Bár én vagyok a tehetségesebb. Nem dicsekvés. Freyára esküszöm. Ne csináld vissza, amit ő tett. Csak javíts rajta. Jó, de, de le tudnád nekem oda, oda tenni? A nem. Koszos. Rendben, akkor én csak... Én csak... Ez rászáradt vér! És mind dolgozol? Az? Én égmozgatónak hívom. A hegy tel is tele van értékes és ritka ásványokkal. Ha kibányászom őket, valahogy le is kell hoznom. Meg tudod javítani? Nem igazán. Csináljuk! Mondhatom ezt. És neked mi akadt meg a szemed? Mi legyen? Örömmel segítettem. Mondjátok, mit szeretnétek? Hová tervezett vinni ezeket? Rendben, gyertek vissza, ha kell valami, jó? Yeah.
Nem hiszem! Apám, nagyon megsérültél! Nem hiszem el, hogy nyertünk! Légy óvatos! Még mindig javítom! Hülyen csigakerék! Mi a baj veled? Nem tudom. Közeledünk a hegyhez? Igen.
Koncentrálj! Majd megzavarják! Ezt még nem tudjuk kinyitni. Nem gondolod, hogy így a végén esetleg vihetném őt én? Mondtam, hogy nem. Miért? Én jobban szerettem, mint te. Tessék! Mármint úgy értem, én több időt töltöttem vele, amíg te vadásztál. Jobb lenne, ha csendben maradnál. Ereség legőzött! Mögötted! Nyitta!
Gúnin! Nékugúr! Ganga baknál! Engedd el!
Már értem, anyám, miért vágyott ide. Valóban. Az ott füst? Maradj hátul, fiú! Ó! Mi ez? Más utat kell találnunk. A boszorkány! Bárcsak itt volna. Ő biztos át tudna juttatni. A varázserőm hatástalan a fekete lehellettel szemben. Kikerülni sem lehet. Még Odinnak sem sikerült. Mit csinálsz itt? Segítek, hogy elérjétek a célotokat. Miért nem figyelmeztettél? Meg kellett mentenem a barátomat, ha emlékszel. A fekete lehelet egy olyan romlott varázslat, amit még én sem tudok semlegesíteni. Csak Alfheim tiszta fénye elég erős ahhoz, hogy áttörje. De az út hosszú. Mit jelent ez számotokra? Mindent. Kövessetek. Miért segítesz? Talán többet látok benned magamból, mint szeretném. Talán... talán ezzel egy élethibáit próbálom jóvá tenni. Vagy csak kedvellek titeket. Pedig meglőttük a barátodat. Pedig meglőttétek a barátomat, igen. Hová kell mennünk? Egy másik világba. Egy másik világba? Te is velünk jössz? Csak egy darabig. Csak egy darabig. Ez megteszi. Greida! Sindri szerint elromlott. Sindri? A törpahegy lábánál. Épp javította. Amikor arra jártam, nem volt ott senki. Talán befejezte. A törpök leleményesek. És idegesítőek. Azt a kettőt nézzük. Ez így van. Csak fordítsd el. Így. Látod? Tír temploma a tó közepén van. Onnan utazunk majd Alfheimbe. Szerencsére már nincs víz alatt. Miért van az a lény az öbölben? Senki sem tudja. Egyszer csak megjelent. Nem sokkal később Thor megtámadta, és a csatájukat az összes birodalomban érezni lehetett. Végül döntetlenre végződött, és Thor üres kézzel tért vissza Odinhoz. A kígyó maradt, és annyira nagyra nőtt, hogy egész Midgardot átéri. Látod? Megmondtam. Azóta gyűlölik a másikat, s ha eljön a Ragnarök, megölik egymást. Hiszel a Ragnarökben? Bárcsak ne hinnéd benne. Tudod, mi beszélgettünk a kígyóval. Csak ugyan? Ez azért túlzás. Jó vagyok a nyelvekben. Azokban is, amiket sosem hallottam. De amit ő mondott, azt nem értettem. Sajnos senki. Egy holt nyelvet beszél. Ó. Magányos lehet. Óvatosan. Kövessetek. Biztos vagy benne? Keresztül mentünk itt korábban, és nincs út visszafelé. Látod? Csak ugyan. Hadd mutassak valamit. Figyelsz? Iosta! Mi? Ez szilárd! Elf építészet. Az íhúromat belemerítették Alfheim fényébe. Életre kelti az elfek varázslatát. Várj! Nem fog csak úgy eltűnni, ugye?
Addig nem, amíg a fény szabadon ragyog. Erre. Kell egy ilyen húr. Azok a gyökerek. Miféle varázslat? Van. Van a helyből? Tudsz róla? Történeteket. Anyám keveset beszélt az ázokról. Csak annyit, hogy mindig háborúznak a vánokkal. Azt hiszem Odinhoz és Thorhoz hasonlítva, ők a jó fiúk. Nincsenek jó istenek, fiú. Azt hittem, ezt már tudod. Értem, Toma. Az óriások segítségével épült. Nagy tér innen utazgatott a kilenc birodalomba és tartotta fenn a békét. Nem látszik békésnek. Bárhová megyünk, megtámadnak minket. Főleg ezek a halott izék. A feltámasztott halottak egyre többen vannak. Réges-régen az utak tele voltak emberekkel. Most mind elrejtőztek vagy elmenekültek. Kivéve azokat a martalócokat, akik túlélik ezt a világot. A lépcsőhelyen fordulj jobbra. Kérlek. Menj le a lépcsőn és fordulj jobbra. Én itt várlak. Nézd! Még egy olyan fénykristály. Várjatok, amíg újraélesztem a fényt. Jossza! Működött! Mit is csinálunk pontosan? Javítjuk a hibát. Kezd azzal, hogy felemeled azt a tengelyt. Jó. Most nyomd vissza a helyére. Igazítsd vissza a kereket a sírre! Tökéletes! Most old a hidat a sín mentén! Ó! Az egész híd forog! Ez mégis hogy lehetséges? Hűha! Te nagyon erős vagy! Csak told, amíg a híd el nem éri az első helyzetét! Bírod még? Igen! Mindig nagyon erős volt. A halottakról. Héjároknak hívják őket. De mégis mik? Nyughatatlan lelkek, akiktől megvonták a végítéletet és a békét. A vámmágia feléleztheti őket. Régen feltudta. De ez nem bűváj. Ez a csapás pusztán annak a tünete, hogy a világ kivillett az egyensúlyából. Valami vagy valaki beleártotta magát a felsőbb erők dolgába. Én csak ennyit tudok biztosan. Tökéletes! Gyere vissza! Készen vagyunk! Eszméletlen volt. Jól van a hátad? Nincs baj a hátamnak. Erre kell mennünk. Az óriások vagy az elfek építették Tír templomát. Minden faj segített a felépítésében. Ez volt az utolsó nagy együttműködés a birodalmak között, mielőtt a béke szerte foszlott. Jossza! A húr már nem iszik. Elfogyott az ereje. Csak pár varázslat maradt benne, és azokat is elhasználtuk. Az íjad. Ha eléritek Alfheim fényét, töltsd fel az íjhút annak erejével, el ne felejtsd. De te is velünk jössz, nem? Megpróbálok, de engem csapdában tartanak itt, Midgardban. Miért?
Egy istennek köszönhet. Ez lenne az? Elég sötét van. Ez a templom már csaknem 150 tél óta szunnyad a víz alatt. Csak a bifröst fénye kell, hogy újra feléledjen. Ez itt nem a te mágiád? Nem. Ezek a gyökerek a nagy világfa részei, és a birodalmak közti utazást teszik lehetővé. Hogy működik? Szükséged lesz erre, egy bifröst, a birodalmak közti utazáshoz. Ez befogja, megtartja és átadja Alfheim fényét. Helyezd a bifröstet oda. És most? Türelem. A templomnak időre van szüksége, hogy felébredjen. Ez az a szoba. Az egyetlen olyan szoba, ahonnan utazni tudtok a birodalmak között. Amit magatok előtt láttok, az ezt a templomot jelképezi. Valamint a birodalmak tornyait, amelyek körülveszik a kilencek tavát. Mindegyik birodalom ugyanabban a fizikai térben található, és egymás tükröződései. Ezek az ajtók, a kinti tornyok, és a kilenc birodalom mind összefonódik és együtt létezik a világfa ágain. Csak a bifröst Alfheimi fénye választja el őket egymástól. Ez a hely fókuszálni és szabályozni tudja a fényt. Ez hát a világfa? Csak egy művészi ábrázolása. Nem, az Yggdrasil sokkal, de sokkal több ennél. Az életfája a világ sorsához van kötve. Ahogy mi meg ahhoz. A fa táplálja a termőföldjeinket. A leveleiről lehulló harmat táplálja völgyeinket és folyóinkat. A fa puszta léte segíti az ágai közötti összes teremtményt. Életenergiája bele van szőve az élet kárpitjába. A születésbe, a felnövésbe, a halálba és az újjászületésbe. Minden alkotó eleme túl az időn és túl a téren. Minden visszatér a fához. Szóval, így működik. De azt hiszem, ti valami gyakorlatiasabb választ kerestek. Igen. Rendben van. A kinti híd jelenleg olyan helyzetben áll, hogy átvezet Vanaheim birodalmába. Ehelyett forgasd a kereket a valódi úti célunk. Alfheim felé. Várj! Ez mozgatja a kinti hidat? Igen. A kerék forgatja a hidat, és az beáll az egyes birodalmak tornyai felé a kinti tavon. Várj! Ennek nincs tornya! Ezért lehetetlen Jötunheimbe utazni. Ha nincs torony, amibe a híd rögzülni tudna, nem indul el a sorrend. Mindegyik birodalomnak van utazó rúnája, amely hozzáköti a hidat. Odaadom nektek Alfheimét. Most már rögzíthetitek az úti célotokat. Kész. Tartsátok magatoknál a bifröstöt, és ne veszítsétek el. Most a helyére igazodik a birodalmak közti híd, és megnyílik a kiválasztott. Látod azt a nagy kristály? Mindegyik birodalomnak megvan a sajátja, amelyik fókuszálja és erősíti a bifröst fejét, valamint megnyitja a hidat a célhoz. Ez az oka, hogy csak innen lehet a világokba utazni. Miért hiányzik az egyik birodalom tornya? Jötunheim tornya minden világból eltűnt, több mint 100 téllel ezelőtt, amikor az óriások eltűntek Midgardból. Hogy hová lett a torony és hogyan, az örök rejtély maradt. Nem működött, még itt vagyunk. Kövess! A bifröst sötét. Elfogyott az energiája. Nem tudunk visszamenni, amíg fel nem töltjük a fénnyel. Szóval csapdában vagyunk. Egy hozzám hasonló személynek nem okozhat gondot visszajutni. És az előzi a fekete leheletet? Ha megszerezzük Alfheim fényét, igen.
Üdvözlet Alfheimben, uraim! Már látni a fényt. Addig látom. Valami nincs rendben. Látjátok azt a fényoszlopot ott? A gyűrűs templom szívéből jön. Ott megtaláljuk, ami kell. Ne! Ne! Francba, még ne! Mi történik? A Bifrost varázsának visszaállításához lépjetek a fénybe! De nagyon vigyázzatok, hogy megkapjanak el a... Ne! Nem halt meg, ugye? Nem valószínű. Gyere! Nézd ezt a helyet! Maradj mellettem, és ne érj semmihez! Aha, az meg mi? Szerintem megölted. Nézd fel! Ez meg mi volt? Nem a mi dolgunk, fiú. Összpontosíts. Ide, fiú! Uram! Mit ír? Valami olyasmi, hogy örök háború a fényért. Nem értem, ha mindkét oldalnak kell, miért nem osztoznak rajta? Kapzsiság. A háborúk egyik leggyakoribb oka. Megölte azt a fényelfet! Ez egy háború, és annak is a vége. A fényesek vesztettek. Semmit. Jönnek még. Mondtál valamit? Nem. Ó, rendben. Legalább közeledünk a fényhez. Hogy kerültél ide előttünk, törp? Nekünk azt mondták, a templom az egyetlen út a világok között. Lehet, hogy számotokra igen, de mi törpök tele vagyunk meglepetésekkel. Ez nem válasz. Értékeld a csoda élményét. Oly kevés rejtély marad, ha valaki annyi misztikus tudást halmoz fel, mint én. Hogyan szerezzünk egzotikus alapanyagokat? Hogyan formáljuk azt minden képzeletet felülmúlva? Egy kezdőnek mindez mágiának tűnhet. Rendben. Legyen mágia. Boldog vagy? Tényleg anyámnak készítetted a fejszét? Bárhol felismerném. Ha engem kérdezel, az egyik legjobb darabunk. 20 fagytról visszhangzó sikoltása van beletöltve. Nagyjából. De miért neki? Honnan ismerted?
Ő keresett bennünket, még az elején. Különleges nő volt. Meg akarta védeni a népét. Gondoltuk, itt az esély, a valaki olyannak hatalmat adni, aki jóra használja. Beszélte az anyanyelvünket is. Azt mondta, Mávúrim szám Gengur. Egő végül hánc. Gengurá. Úgy van. Lenyűgöző. Sokat látok belőle a szemedben. Gyermek. Köszi, Szindú. Ne érd hozzám! Mi? Én nem akartam. Visszajövök később. Nagyon vigyázzatok. Mióta az emberek elmentek, kevés rendes alak maradt errefelé. A legtöbbjük csak meg akar majd ölni titeket. Jó tipp. Tudom, hogy ez nem az én dolgom, de a helyetekben lemosnám azt a jelképet a nyakatokról. Azt mondták, hogy ez megvéd minket. Hazugság lenne? Jaj, nem, az tényleg egy védelmező jel, de ezt a színező anyagot nem lehet bőrfestékké keverni, csak vaddisznóvizelettel, és ez tényleg jobb, mint a halál? Egy kicsivel. Hát, a ti nyakatok? Sindri, te mindig is ennyire... Tiszta voltam? Bárcsak. Nem, én is pont olyan koszos voltam, mint bármely törp, amíg egy ván boszorkány ki nem józanított. A varázslatával felfedte, hogy több ezer apró bestia van körülöttünk mindenen. Olyan kicsik, hogy nem is láthatóak. Ne. Pedig igen. És ha beléd jutnak, megbetegítenek. De a boszorkány szerint van egy fa, a tölgy, ami képes megvédeni a bestiák ellen, így azóta minden nyelet tölgyből készítek. Látod? Odafigyelek. Na jó, visszadolgozni. Brock, hogy kék te meg nem? Fiú! Semmi baj, igazából jó kérdés. Tudod, a testvérem nem olyan elővigyázatos, mint én. Igazából jobban szeret a fémekkel dolgozni. A puszta kezét használva. Kesztyű nélkül. Szerinte csak így hallja, mi akar lenni az anyag? Sok ezüstöt érintett már, ami gyógyíthatatlanul megváltoztatja a bőrt, vagyis örökkön örökre. De előtte nem hoznám fel a témát. Tudjátok, milyen érzékeny néha. Igen, jól tudjuk. Sindri, miért nem békülsz ki a testvéreddel? Én? Ki békülni vele? Mert egy konok disznófej, aki képtelen arra, hogy megváltozzon. Mert szörnyű dolgokat állított rólam, mivel nem biztos a saját munkájában, amiről hadd jelentsem ki, kritikán aluli. Mert engem hibáztat mindenért, ami nem az én hibám. Például? Megbocsátanál, kérlek. Össze kell szednem magam. Mi szél hozott ide, barátaim? Engedned a testvéremnek, hogy újra hozzáérjen, de ha mégis, akkor edze tovább az acélt, mert így tökre teszi. Mesterség titka a részletekben rejlik. Amit csak akarsz?
Mit mondtál? Nem mondtam semmit. Tényleg? Rendben. Anyád mesélt erről a világról. Nem sokat. Annyit, hogy az elfek mindig a fényért harcoltak, és ezért külön váltak. Hogy? Most sem mondtam semmit. Ura, megesküdtem volna. Mi a baj, fiú? Hangok! Te nem hallod? Semmit sem hallok. Elmúlt. Kiabáltak. Sokan. Tühösen. Te tényleg nem hallottad? Nem. Gonosznak tűntek. Beszéljünk velük? Ne. És a bajban vannak? Nem állnak az utunkba, úgyhogy nem foglalkozunk velük. De lehet, nem hogy... foglalkozunk velük. Is vannak homoktálak. Mit ír? Nélkülem is benned biztos a halál. Mégis benned én vagyok a legtisztább élet. De nem látok itt rúnákat. Meg kell találnunk. Vissza a csónakhoz. Szomorú vagyok az elfek miatt. Alfheim csodálatos hely, de a háború elcsúfítja. Gyermekszemmel látod a dolgokat. Elég! A mesék majd a csónak úton. Most dolgunk van. Koncentrálj! Értékes lehet.
Hogy érted, hogy gyermekszemmel látom a dolgokat? A háborúban egy katona az ellenség vérét látja szépnek. A lelke többi része elveszik, és néha vissza sem tér. De jól ismered a háború. Két okból vívják őket. Túlélésért vagy előnyszerzésért. A csatákat lehet, hogy a jobb katonák nyerik. A háborúkat viszont azok, akik hajlandóak mindent feláldozni. Az a kék ajtó! Biztosan a bejárat! Menjünk! Óvatosan, fiú! Mit csinálnak? A híd eltűnt. A kristályt eltakarták azzal. De miért? Az erősítés ellen. Gyerünk! Sönnétel! Koncentrálj! Tartozunk ide. Ha!
Ezeket összerakjuk, akkor úgy néznek ki, mint egy rúna. De ennek nincs értelme. Gyere, vissza a homoktálhoz. Sindri azt mondta, anyám harcos volt. Háborúzott is? Mondjuk. A családját megtizedelte az ellenség. Csak ő élte túl. A harcosok útját járta, hogy túléljen és szembeszálljon egy kérlelhetetlen világgal. Ezért készítette el a törpökkel a fejszét? Megvolt benne az erő egy ilyen fegyverhez, és a bölcsesség, hogy jóra használja. A gyengéket védelmezte. Akkor segített volna az elfeken? Nem. Apám! Ezek egy elf rúnát formáznak. Mit jelent? Nélkülem és bennem biztos a halál. Mégis benned én vagyok a legtisztább élet. Igen, ez a víz. Fiú! A hangok voltak, de más hangok. Kevésbé dühösek. Segítséget kértek. A fény miatt vagyunk itt. Nem érdekel, kik ők és mit akarnak. Téged semmi sem érdekel. Mondani akarsz valamit? Nem. Lőgünk! Mi történik? Azta! Nézd, mit találtunk! Apám. Igen? A hangok, amiket hallottam. Nehezen jöttem rá, de visszagondolva... Anyám volt. Az nem lehet. Tudom, mit hallottam. Atreus, elég. Ez másmilyen. Nézd a szarvait. Mögé, fi. Ez nem jelent meg. Ne menj a ketrecekhez!
Rendben. Bükkös. Nézzük meg. Nem volt igazad. Hogy? Jól ismerem anyám hangját. Ő volt az. Meghalt fiú. Erről ne is beszéljünk többet. Nem jutunk át. Kár, hogy a boszorkányi júrja már nem jó.
Szerinted a boszorkány jól van? Remélem nem halt meg. Tudta, mit csinál. Igen. Még több. Ha eleget elvágunk, a híd újra megjelenik. Rendben. Számíts a harcra. Rendben. Keresd a gyenge pontját! Ütöttél belőle egy darabot! Ezt használhatjuk ellene! Nem hiszem el, hogy bevált! Ott a gyenge pontja, gyerünk! Sikerült. Fedezd minket, fiú! Előbb megfagyasztod! Okay.
a főhidat. Találjunk utat felfelé. Úgy néz ki a fény, nem csak hidat csinál. Talán ez felvisz minket. Nézd! A kék ajtó! Mit csináltuk? Tudod, sosem szokom meg, hogy szilárd fényen járok. Az ajtó. Nincs rajta rés. Mi? Ez nem jó. Nem lehet kinyitni. Ha-ho! Nem értem. Akkor miért van itt ajtó? Ha-ho! Gyere, keressünk egy másik utat. Még több olyan harang. Van valahol egy Nornir láda. Megint a törp. Sindri? Erre. Hé, Sindri, vetnél el? Ó, megöltetek egy aggastyánt. Igen. És nehéz volt? Igen. Ez minden, amit mondani tudsz? Igen. Mit szabad? Szomorú nap az ellenségeidnek.
Óvatosan a drágörökkel! Nézz ide! Egy varázslónő óriás. A neve Groa. Látomásai voltak. Odin megölte a könyvéért. Bent vagyunk. Remek. Kíváncsi vagyok, mihez kapcsolódnak. Hogy nem? Ez jó volt, ugye? Gyakorlással fejlődhetsz. Fény! Hát ez lenyűgöző. El tudod? A sötétségből őrizd a fény. Nem végeztek valami jó munkát, igaz? Oda néz, a fény. Levonták az olasz anyamat. De miért?
Nézd! Még egy fényelv. Mit csinál? Jaj, ne! Miért ölik meg? Nem csinált semmit. Nem biztos. Egy háború végét látod, fiú. Nem tudhatod, mi vezetett idáig. De nem is védekezett. Mindenki magának hozza meg a döntéseit. Közel van a fény. Keressünk utat befelé. Nézd! Még több fényhíd! Kövess! Minden híd visszajött.
Szerintem nem szabadna itt lenni. Csendet! Hallottad ezt? Légy résen és maradj mellettem. Hé! Amikor odaírunk a fényhez, mit gondolsz, hogyan tesszük a bifröszbe? A boszorkány elmondta. Tényleg? Amikor elszakították tőlünk. Ó, erre nem emlékszem. Jobban érdekelt a biztonsága, mint... Csendet! Elkaptam! A kést, fiú! Közel volt. Maradj mellettem, fiú. Úgy lesz. Ó, ez nagyon ragad. Kina Nuna! Még egy! Maradj mögöttem! A fény! Igen, közel járunk a célunkhoz. De óvatosnak kell lennünk, érted? Igen. Ott, amikor leomlik, légy készen. Gyorsan kell mozognunk. Tisztítom az utat! Rövidítsd a lövéseid közti időt! Mi van az, ahogy inkább pontos műgyor? Nagyon sok a célpont! Nem lőhetsz mellé! Mindenhol vannak! Egy keskenyebb ösvény sokat segíthet! Koncentrálj! Sérültél? Nem! Azta! Ez gyönyörű! A fény! Az egész templom feléled! Ez az egész forrása! Várj! Ez énekel! Hallom! Hallom őt! Mondtam, hogy hallom őt! Gondolod, hogy bent van? Á! Ah!
Ó, ez tényleg fájt, mintha égett volna a kezem. Maradj itt. De maradj itt. Csak végső esetben használt. Megkapom a fejszédet. Megengedem, hogy megfogd. Ez nem ajándék. Akkor is. Ez meg mi? Féj! Vissza kell jönnöd. Itt hagytál egyedül. Atreus! Egyedül vele. Mindig elmegy. Soha nincs itt. Nem akar engem, és nem is fog. Nem ismerem őt, és ő sem engem. De szerintem nem is akar. Erős vagyok, okos vagyok. Nem az vagyok, akinek gondol. Én jobban tudom. Nem beszélget velem. Nem tanít. Neki kellett volna. Hallasz engem? Neki, nem neked. Mármint... nem úgy értettem. Tudod, hogy szeretem, csak azt szeretném, ha jobb ember lenne. Tudom, hogy képes rá. Szóval, ha megpróbálja, akkor én is. De ha ő nem... kérlek, gyere vissza. Tudom, hogy itt vagy valahol. Féj! Várj! Gyere vissza! Ne! Ne! Mit tettél? Miért csináltad ezt? Megmentettelek! Csapdába estél! Vártam, csak vártam, de nem jöttél! Ezért kiúztalak! Fiú! Csak néhány pillanatig! Voltam bent. Nem! Nagyon sokáig! Nem voltál itt! Nem tudtam, mit tegyek! Hátra hagytál! Megint! De mit érdekel? Én... ez lehetetlen. Menjünk, mielőtt visszajönnek. Remélem, végül megérte. Igen. Nézd, ott a kijárat, de nincs fény a híthoz. Csapdába estünk, és a mágikus is sem működik. Fiú, az íjat. Tartsd! Amikor jelzek, lőd a nyiladat a kőbe.
működött. Most már vissza tudunk menni. Gyere! Erre nem mehetünk. Egy vén kristály van ott. Felöttük. Kellhet, hogy kijussunk erről. Ah! 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 Ah!
Puszkaj, patanina! Kristályt, ha mondod, honnan lőjek? Csináljunk egy utat vissza! Fiú!
ha magaddal viszed. Még az is lehet. Ó, nézd! A kék ajtó, ami nem ajtó. És egy homoktál. Mégis hogyan kéne elérni? Mi van odaírva? Mag. Emlékezz a formára. Igen, tudom. Lehet, hogy a templom kifosztása helyett inkább... Ha érdekel a véleményed, fiú, majd megkérdezlek. Most már eléred a tálat. Aha. Rajta. Sem a legkiválóbb ember vagy fa, nem több kezdetben, mint én. Igen, ez a mag. Milyen rejtények. Szóval, mégiscsak ajtó.
Megint ez a hülye. Mit akar? Utálom ezt a pasast. Visszajön. Tényleg megint vissza kell mennünk? Van esetleg jobb ötleted? Nem. Akkor? Használd a füled! Alkalmazkodj! Azt csinálom! Át a kristály nélkül. Keresünk egyet. Megint magaddal cipeled is legutóbb. Ha kell.
fiú, lőj! Tudom, hogy működik. Végre! Ugyanazt a homoktálat használjuk, ami lehozott minket. Ki akarok jutni?
Thank you.
Most jön az a rész, hogy nem kellett volna beleavatkoznunk. Elég ebből. Mehetünk már? Emlékszel a válaszra? Igen, igen. Fiú, olvasd el ezt. Fiú, mi van ide írva? Csak akkor szólsz hozzám, ha kell valami. Mondani akarsz valamit? Azt mondtam, hogy csak akkor vagy hajlandó beszélni velem, ha kell neked valami. Ha anyám itt lenne... Ha az anyád még élne, így sem lennénk. Atreus. Hagyjuk. Rendben. Szóval... ott volt a fényben? Ki? Tudod te? Nem. Nem volt. Téged amúgy sem érdekelne. Vigyázz a szádra, fiú! Az út végéig egyikünknek koncentrálnia kell. A hallgatásom nem azt jelenti, hogy nem gyászolok. Mindenki máshogy dolgozza fel. Sajnálom. Nem tudtam. Nem. Nem tudhattad. Nem ismersz. Tudom, hogy nem könnyű. A fényben úgy éreztem, hogy csak percek telnek el, ha ez vigasztal téged. Jó tudni. Tényleg. Szóval, menjünk vissza szembenézni a fekete lehelettel, vagy szerinted van még itt tennivaló? Apám, találkoztál már bárkivel, aki hangokat hallott? Utaztam olyan kétségbe esettekkel a tengeren, akiknél a készleteik kifogytak, a tengervízzel oltották a szomjukat. Azt hitték a szirének, valójában a feleségeik és a lányaik, akik hazahívják őket. A sziklák felé vezettek minket. Hogy segítettél rajtuk? Kihajítottuk őket. Oh.
Nos, még szerencse, hogy én nem... Visszajöttetek! Már vártam! De jó nekünk. Én mindig mindenre odafigyelek. Úgy néztek ki, mint akik nem akármilyen útra indultok. Van egy elhagyatott templom Midgardban, amelyet egy társam átalakított a személyes raktárává. Telerakta kincsekkel a különböző birodalmakban tett utazásaiból. Birodalmakon át? Melyekben járt már? Miket gyűjtött? Fafnir egy, mondjuk úgy, erőszakos gyűjtő volt, mágikus tárgyakat gyűjtött. Minél többet szerzett, annál többet kívánt. Nem volt olyan ereke, ami elég veszélyes lett volna neki. Egyszer Niflheimbe utazott, egy fenőkőért többek között. Ha, különleges fenőkő lehetett. Van értelme ennek a történetnek? Igen, van! Véletlenül van egy belépőköven Fafnir raktárába. Talán nektek is jut valami érdekes. Remek! Kösz, Indri! Nagyon szívesen! Ó, és ha megtaláljátok azt a fenőkövet, nos, nagyon örülnék, ha visszahoznátok. Ha a raktárba mentek, javaslom, legyetek óvatosak. Több mint egy évszázada jártam ott, és mindenféle rondaság volt arra. Nem zavarja a barátodat, ha oda megyünk? Ó, oh, nem, szó sincs ilyenről. Halott! Azt hiszem. Ó, elnézést. Ugyan, nem kell elnézést kérned. Történnek ilyenek, ha az ember világból világba utazik felfoghatatlan értékű tárgyakat gyűjteni, amelyek nem is az övéi. Még többet. Apám, be kell vallanom valamit. Ezek a hangok a fejemben. Hát, nem ez volt az első alkalom. Amikor Brockkal találkoztunk, az állat a figyelmeztetett a fák közötti veszélyről. Ezért nem akart átkelni. Ezt az állat mondta. Csak éreztem, amit ő érzett, hogy fél valamitől. Ha újra megtörténik, szólj róla. Érted? Ígérem. El tudod? Mit ír? Ez a fényért dúló örök háborúról szól. Gondolod, hogy azok után, amit tettünk, véget ér? Nem hiszem. Megvan a fény. Irány Midgard.
Most értünk vissza egy másik világból, és találkoztunk a testvéreddel. Nos, nem ebben a sorrendben. Hagytad annak a gyökérnek, hogy hozzáírjen a pengéhez? Rég elvesztette a tehetségét. Egyik nap felálltam, azt ott hagytam. Magával akart rántani. Tönkretette a kicsikét? Épp ellenkezőleg. Néha még a vakdisznó is talál szarvas gombát. De tudjátok, mi számít igazán? Az állandóság. És ez az én munkámra mindig igaz. Mit csináltál vele? Így jobb. Jó, most ha ide tolnád a képet, lenne egy kérésem. Mi az több? Van ez az alkimista, Andvári, aki kint dolgozott a Völünder bányába. Nem hallottam felőle kb. Nem is tudom. Talán 100 tél óta. Lehet, hogy meghalt, de talán ti meg tudnátok keresni. Ő is tört, mint én. Egy cifra zöld gyűrűt visel. Tartozik egy szívességgel. Megkeresed? A útba esik. Ó, értem én, hogy megy ez. Nem az a semmiért valamit fajta vagy, mi? Jól van. Ha megtalálod Andvárit, ráveszem, hogy készítsen neked valami különlegeset. Itt a belépőkő a bányákba. Kell az az alkimista a nektek szánt cucchoz. Gyerünk, találjátok meg. Hát, ti meg honnan szabadultatok? Kitalálom. Alfheim? Hogy jött el rá? Bárhol felismerném ezt a szagot. Régen rengeteg időt töltöttem ott, de... nem engednek már oda, mert történt egy incidens. Mi történt? Hát, nem vagyok biztos benne, hogy apukád örülne, ha beszélnék erről. Mert sok benne a káromkodás, lopás, meg baszás. Mi? Ne ítélj el! Te jöttél ide törp szaktól bűzlően. Felkavarod az emlékeimet. De szárjuk le! Vannak még kalapálni való munkáim. Nem futottatok össze egy csövesképű fickóval, aki nagyjából olyan magas, mint te, nem érez fájdalmat, és olyan, mint a részeg, vagy beszívott lenne? Nekem is tele van a hócipőm. Ha az vállalkozást akartam volna, akkor egy bordé mellé megyek. Vagy egy küzdőtér mellé, vagy egy küzdőtéri bordély mellé. Azt mondtad, Áz? Mint az istenek? Nem. Brock, mit tudsz a kígyóról a tóba? Azt, hogy baromi nagy. Ah, rendben. Gyertek csak, ennyit a csendes pihenőmről. Anya. Több nap is lehet, mire feldolgozom. Használatra kész! Szóval, ennyit az aranyköpésekről, vagy mi?
Mi van azzal az alkimistával, akiről beszéltünk? Emlékszel a visszaútra a fekete lehellethez? Persze! Át kell mennünk a hídon van a hely tornyához. Vissza a fekete lehellethez, vagy felfedezünk. Tőle függ. Már elhaladtunk torszobra mellett, a csónakban. És az milyen irányban van? Délelőtt van, ott áll a nap, szóval az dél. Dél. Nagyon gyors! Mások, mint a többi. Te is láttad azt? Egy torony. Én nem láttam tornyot. Biztos képzelődtem. Szóval, mesélsz valamit, amíg utazunk? Mire gondolsz? Nem tudom. Anya mindig tudott mesélni. Neked nem szoktak, mikor gyerek voltál? Volt egy ember, akit még régről ismertem. A történetei rövidek és tanulságosak. Jól hangzik. Emlékszel valamelyikre? Az egyik egy teknőcről és egy nyúlról szól. Mint a boszorkányháza? Nem hiszem. És mi történt? Versenyt hirdettek egymás között. A nyúl túlságosan biztos volt a győzelmében is ostoba, míg a teknőc nyugodt és fegyelmezett. A teknőc nyert. Szerintem eddig nem sokat meséltél, igaz? Fiú! Kell az az alkimista a nektek szánt cucchoz. Gyerünk, találjátok meg! El tudod? Igen, uram! A runák szerint halál vár oda bent.
Szóval, Brock azt mondta, hogy a barátod is történt, ő és egy zöld gyűrűt hord. Keresd, ha akarod. Én addig felszerelést gyűjtök. Nem tetszik ezt neki? Nem. Miért nem? Mert én nem intéz. Ez egy lélekfaló. Ha megöl bennünket, akkor ennyi volt. Nincs Valhalla, nincs Hél, nincs halál utáni élet, soha. Nem támad. Pedig anyám szerint nagyon veszélyesek. Akkor ne lankadjon a figyelmed. Gyere! Köves, Atreus! Úton vagyok! Légy készen! Ez nem ő. Hé, azt hittem nem érdekel. Csak észrevettem, hogy nincs rajta gyűrű. Ide, fiú!
Ott a gyűrű! A levágott kézen! Ami egy lélekfalóhoz tartozik. Rendben. Most már tudjuk, mi történt Ádvárival. Menjünk, mondjuk el Brocknak. Nem kell harcolnunk, igaz? Nem, de harcoljunk. Miért? Mert félsz tőle. Légy erős, Atreus. Koncentrálj, és keresd a gyenge pontját. Igen, uram. Maradj csendben, és figyelj, hova lépsz. Ellenség előttünk! Üldek rád!
tört fésettel. Az alkimista? De hol van a többi lélek? Nagy eséllyel már csak hom. A lélekfalu elkapta. Vigyük vissza a gyűrűt Brocknak. Olvasd. Igen, uram. Ezeket gyorsan írták. Ott van ide írva. I. James Taney. Ezt nem ismerem. A kék tudja. Szóval már érdekel? Megvan az alkimista. Jutalmat ígértek érte. Vigyázz! What?
szárlás volt. Mit találtál? Az alkimistát. Sajnálom, Brock. Csak a kezét találtuk meg, de még rajta volt a gyűrű. Egy lélekfaló volt bent, és hát a többi részét bizonyára elégette. Gondolom, még mindig vártok valami jutalmat, mi? Nyilvánvaló. Nyilvánvaló, azt mondja. Mi uniferaxi. Vettek egy pillantást erre a gyűrűre. Hát, ha hagyott benne Advari valami varázslatot, mielőtt megölték. A törpek tudnak ilyet? Na, a törp meg a varázsékszer olyan, mint a disznó szája. Nincs egyik a másik nélkül. Nem is érdekel annyira, mint gondoltam. Gyere, fiú! A világfa egyik ága. Fiú, maradj az úton! Rendben, tudom. Ugrunk! Tényleg? Rossz ötlet! Na, húzzatok a picsába!